eleget foglalkoztunk úszóval, most egy kicsit féderes vonal lesz, és ebbe már végre én is hozzá tudok szólni. Igen, a kuli munkát te végzed. Így van. Én már előkészítettem az etetőanyagot valamilyen szinten, otthon megkapta a vizet. Minden szinten, most már minden. Gyakorlatilag csak az állagot nagyon kell beállítanunk. Azt a fűszálat vett ki belőle, hello? Fűvel nem etetünk. Szép legyen, nem tehére horgászunk. Így, jó? Úgy. Rendben. Kicsikét még száraz, teszünk hozzá egy kis vizet. Ez nem kicsit száraz, apám. Így van, tessék, mehet nagyon is. Jó. Most már jó ez az állag, látod, szépen bomlik. Igen, így használom én is pont. Na, nem, ez egy picikét nedvesebb annál. Tehetünk be értelemszerűen csontit, döglött csontit, kukoricát, bármit. Ebben most mind semmit nem rakunk, de rakhatunk egy pár szem kukoricát. Valamit rakjunk már be. Úgy, jó lesz. Elkeverjük szépen kézzel. Így. Hú, de szép. És már lehet is gombócolni. Megvoltra kétféleképpen etetünk általában. Az egyik az, hogy kézzel dobjuk a gombócot, hogy a távolság megengedi. Igen. Azt lehet alulról, lehet fölülről dobni, ez válkimélő megoldások is léteznek. Úgy hívják, hogy csúzli. A csúzlival való etetés egy külön témakör. Ez a távolság sem fogja megkérni, hogy ne kézzel dobjuk, úgyhogy kézzel fogjuk dobni. Természetesen lehet. Én úgy elkészültem, hogy csúzlizunk. De most nem csúzlizunk, mert ez egy bonyolultabb dolog. Kérünk itt a bojlisoktól etetőhajót. Igen, lehetne etetőhajóval is etetni, valóban, meg féderkosárral is be lehetne etetni. Ennyivel könnyebb lenne. Pontosabb, így van, de az a helyzet, hogy elefánttal is lehetne babot szedetni, mert ugye meg lehet csinálni, de teljesen felesleges. Ezt mindenféleképpen egész már látni dobni fogjuk az elefántot meg a babot. Jól van. Gombócolás. Gyúrjunk egy pár gombócot, így. Na, szerintem meg is érkeztünk. Megjöttünk? Hát igen, több mint a fele megvan, úgyhogy ezt így bedobáljuk. Jó van. Meg fog érkezni rá a hal gyorsan. Kész! Na figyelj, azt fogjuk játszani, hogy egy etetést horgászunk, jó? Viszonylag nagy tábra nagy területet szórok meg. Te bedobod az úszót, jó? Ez már feladat? Igen, ez már feladat, és tudod úgy, hogy szépen kiterítve ne gubancoljál. Megfogod. Nem egy kézzel, nyugodtan lehet két kézzel. A lényeg az, hogy először az úszó érjen vizet, aztán utána az olmozás. Egyszerűsítünk a dolgon, egy helyet etetek, egy helyre fogunk horgászni, szépen megterítem egy viszonylag nagy területet. Így, és... Te fogod dobni az összeset, mert ha én dobom, akkor az mindenhova megy, csak oda nem ahol kell. Semmi gond. Hallod, azt eltalálja elsőre. Ferike, mi a taktika, ami alapján etetsz? Figyelj! Ketten horgászunk egyetet, és ez egy viszonylag nagy területet, de igaziból azért egy négyzetméteres, két négyzetméteres helyet. A lényeg az, hogy a két úszó elférjen egymás mellett, és az érkező halcsapat kényelmesen tudjon táplálkozni. Meccsbotos horgászatnál, amikor egyedül vagy, akkor törekedjél arra, hogy egy lehető legkisebb területre etetni, hogy pontban érkezzenek a halak, és azt tudjad körül horgászni, illetve benne is tudj horgászni az etetésben. Jó. Lövünk rá egy picike kukoricát. Kicsit jobbra is. Jobbra szeretnéd? Hát mert az igen, úgy akkor jaj de szép. Ha két botta horgásznál, nagyon fontos, hogy amikor összeállítod az ereszéket, akkor az antennát kell összeállítani, mert az úszó testet például tök jó lenne megjegyezni, hogy a toldás után a második gyűrű, viszont elképzelheti, hogy más hosszúságú az úszó, más hosszúságú az antenna, ezért mindig az antenna hegyet kell figyelni, jó? Jó. Tehát akkor fogod tudni, hogy az egyik eresztékhez képest a másik hol van, hogyha tudod, hogy az antenna pontosan volt összeállítva. Így. Na.